és... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a szeptemberi összegzés lesz. Szeptemberben 5 darab könyvet fejeztem be, ebből az egyik még augusztusból jött át, és amúgy elkezdtem ezen kívül 2 másikat még szeptemberben, de azok már csak októberben lesznek befejezve. Volt egész hosszú könyv is benne, volt rövid könyv is benne, elég vegyes válogatott, de akkor nézzük is, hogy miket olvastam ki a hónapban. Az első egy álomgyáros könyv, mégpedig Beth Moritól az Igaz szerelem nem öregszik, ezt a könyvet az álomgyár kiadó küldte nekem, amit még egyszer köszönök szépen. Hát ez így első ránézésre egy ilyen cuki, öregkori románsznak tűnik, mint hogy egy idős hölgyről szól, és ilyen kis rózsaszín a borítója, de ez kicsit átverés. Mármint egy nem átverés, de hogy nekem ez jött le ebből, és amúgy nem ez. Igazából egy 79 éves nőnek követjük a mindennapjait, és így felfedezzük a múltját is félig meddig, és igazából magában a könyvben azt látjuk, hogy egy ilyen magányos idős hölgyből hogyan lesz nem magányos idős hölgy. Ezt egyébként kicsit jobban kifejtem majd a következő videóban, mert akkor lesz egy ilyen álomgyáros összegzés, amit már felvettem 3 héttel ezelőtt, körülbelül csak ezután megy ki. Igazából nekem ez a könyv annyira nem jött be, mert úgy érzem, hogy nem én voltam a megfelelő olvasó, mert szerintem nagyon nagy sokban függ, hogy kinek mennyire tetszik ez a könyv, hogy mennyire tud azonosulni a főszereplővel, akiről szól, mert én nagyon nem tudtam, és nem azért, mert 80 éves nénike, hanem mert nagyon más a személyiségünk, és ezért ez a ki mit gondol rólunk, és ez nagyon foglalkoztat minket, és hasonló aggódások 0-24-ben ezek olyanok voltak nekem, hogy így nem tudtam úgy. Na szóval nekem ez úgymond idegesítő volt az ő személyiségében, de ha valaki meg szintén ilyen, akkor aznak meg szerintem sokkal élvezetesebb, hogy így látja, hogy ezen hogyan kerekedik felül. Szóval nekem ez így ezért nem jött át annyira. Szóval ez volt az első, amit kiolvastam szeptemberben. A második az a BookTube könyvklubos szeptemberi havi könyv volt az egyik, mégpedig Shannon McGrier-től a Minden szív kaput nyit. Ez egyébként egy 1000 éve várólistán lévő könyv volt, úgyhogy tök jó volt, hogy felkerült a közös könyvek közé, mert így kiolvastam. És erről van egy közös live kibeszélő, mint minden havi könyvünkről a BookTube könyvklub keretein belül, ezt pedig ide be fogom linkelni. Enikő olvas csatornán volt. Enikő csatornáján volt az Enikő olvas csatornán. Enikő, Sisi és Erika volt így rajtam kívül még a live-ban. Aztán ezt az igazából rövid könyvet elég részletesen kiveséztük majd egy órán keresztül. Igen, úgyhogy ha valakit érdekel bővebben, azt nyugodtan nézze meg. Az első fele a spoilermentes, a második fele pedig spoileres. Ebben a könyvben egy ilyen bentlakásos iskola van olyan gyerekek számára, akik valamilyen úton, módon egy bizonyos ajtón keresztül átjutottak egy másik világba, és onnan visszajöttek a saját világunkba, és itt már nem tudnak beilleszkedni. És itt ebben az otthonban történnek különböző esetek, amik így felborítják kicsit az ottani életet. De tényleg többet most nem mondok róla, ott a kibeszélő. De nekem ez a könyv nagyon-nagyon tetszett. Rövid volt, jó volt, még talán kedvenceltem is, pedig idén körülbelül ezen kívül egy másik könyvet kedvenceltem csak, úgyhogy tök jó volt végre egy ilyet is olvasni. A harmadik könyv, az nem saját könyv volt, azt kölcsön kaptam, ide beteszem szépen a borítóját, az Puskázok a cetlimről. Egyébként tényleg ez az írónő neve, amin én egy kicsit így meglepődtem, mindegy Cookie O'Gorman-től a Piszkos tánc volt. Furcsa neveket tudnak adni az angolok egymásnak, mármint az amcsik. Ez egy lolos könyv, ezen kívül én egy darab lolos könyvet olvastam. És azért olvastam el, mert így mondtam szaktársaimnak, hogy nekem kéne most valamilyen laza, mert hát ez kicsit szenvedős volt, és előtte is már több ilyen komolyabb hangvételű könyvet olvastam, meg ilyen szenvedősebbeket, és most nagyon kellett volna valami könnyed könyv. Mondtam, hogy adjanak valami ilyen könyvet, ami van nekik, és ezért kaptam ezt. Egyébként az ilyen könyvek jók, mert gyorsan lehet őket olvasni, tehát ezt is 2,5 nap alatt, 3 nap alatt kiolvastam. Azért volt ennyi, mert az egyik nap nagyon sok órán van, és nagyon sokáig benn vagyok. Az egyetemen is nem tudok olvasni aznap, úgyhogy ja, igazából 2 nap alatt ledaráltam a könyvet. Viszont nekem ez most túl lightos volt, tehát most elbírtam volna egy kicsit erősebb könyvet is, mármint, hogy nem ilyen kis szende, vagy én nem tudom, hogy mondjam most mindegy, tehát, hogy
ahhoz képest, hogy a másik lolos könyv, amit olvastam, milyen volt, ahhoz képest ez kicsit olyan lájtos volt. Mindegy, igazából arról szólt, hogy van a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kislány, és neki kell kicsit rossznak lennie végre valahogy, és ehhez lesz a legjobb barátjának az ikertestvére a tanára. És ha bárki olvasott már hasonló könyvet, akkor körülbelül már most tudja, hogy mi a vége. És hát igen, én nem tudom, nekem kicsit lájtos volt, de egyébként tetszett. Most valami erősebb is jöhetett volna egyébként. Jó, és igazából azzal párhuzamosan olvastam, de mivel azt könnyebben lehetett olvasni, ezért kicsit félretettem, Jenny Colgantől a Találkozunk a Cupcake kávézóban. Jenny Colgantól olvastam tavaly nyáron is egy könyvet, az tetszett. Ez annyira nem tetszett most. 3 csillagot adtam rá. Ebben végül is a főszereplőnket kirúgják a munkahelyéről, leépítés miatt, és ezért a nagy álmát hirtelen felindulásból megvalósítja, és nyit egy cupcake kávézót, ugye muffin a kis fancy díszítéssel. És nyilván ez is ilyen limonádé, csiklit romantikus könyv. Ezt is azért olvastam, mert ugye kellett valami ilyen, most valami ilyesmire vágytam, de kicsit csalódtam ebben is, mert a könyv háromnegyedén át csak a kávézóról volt szó, és annak a megnyitásáról, és maga a romantikus szál az egyik, amit mindenki tudta, hogy úgyse jön össze, meg utáltam a csávót is, amúgy is azt így beleerőltettük az utolsó 10 oldalig, és így nem érdekelt. A másik szerelmi szál meg nagyon kidolgozatlan volt emiatt, mert nem sokszor volt benne, úgyhogy, és ez egy 500, majd 500 oldalas könyv, úgyhogy kicsit így csalódott voltam, hogy több mint majdnem 500 oldalon át olvastam ezt a könyvet, és végig csak a kávézóról volt szó, és most nem a kávézó érdekelt. Na igen, szóval ez kicsit ilyen csalódás volt ebből a szempontból, hogy így a romantikus szál nagyon elenyészett és nagyon elveszett a sztoriban, és csak nagyon-nagyon a végén lett meg. És az utolsó könyv, amit a hónapban olvastam, és amiről egyelőre nem akarok túl sokat beszélni, Lane Gaberboltól, akárhogy is kell kiejteni, sajnos nem tudom, hogy kell. Ugye dán szerző könyve, a Sárkány hívása, ezt a Galaktika kiadótól kaptam, amit nagyon szépen köszönök, el is olvastam, ez csupán 240 oldal, úgyhogy nem egy túl masszív könyv, és két nap alatt ezt is kiolvastam. Nagyon tetszett, egyébként ezt már régóta el akartam olvasni, csak angolul kb. Sehol nem lehetett kapni, és most lett lefordítva magyarra, úgyhogy ez egy tök friss megjelenés. És dán, úgyhogy lesz majd belőle valamikor egyszer csak egy Barangolás Európában rész, csak most először még havi összegzést tudok fölvenni. És a könyv lényege az, hogy ebben vannak ezek a bizonyos... Ebben a világban vannak ilyen szégyenlátók, akik, hogyha belenéznek mások szemébe, akkor látják azokat a dolgokat, amiket szégyelnek. És ugye így például, hogyha történik valami gyilkosság, akkor hívják a szégyenlátót, belenéz a másik szemébe, és akkor kiderítik, hogy tényleg ő volt a gyilkos. És a főszereplőnk Dina, egy 11 éves kislány, ő pedig egy szégyenlátónak a lánya, és ő is szégyenlátó. És az anyját elhívják, hogy egy gyilkosság kapcsán elhívják, hogy derítse ki, hogy a gyanúsított-e a gyilkos, és utána végül is Dinának kell megoldani az egész ügyet, és ő is oda keveredik, és ez a bonyolodalom, és most nem is beszélek erről többet, és nekem nagyon tetszett, főleg, hogy ilyen rövid volt, és nem egy ilyen 500 oldalas fantazi regény, mert ugye ez egy fantazi könyv, és tényleg így a lényeg volt benne, a cselekmény volt benne, egy kicsit a vége, a legeslegvége kicsit összecsapott volt, tehát ilyen másfél oldal alatt elintéztük, de egyébként ez egy sorozat, úgyhogy remélem le lesz fordítva a többi része is, és akkor tovább tudjuk folytatni a sztorit, mert egyébként látom, hogy mivel lehet majd folytatni, tehát hogy van egy bizonyos lezáratlan része. Amikor először indítottam a Barangolás Európában, akkor először összeírtam az északi országokat, és a Dániához őt írtam oda, de még nem tudtam azóta elolvasni, meg beszerezni, úgyhogy most megvan, tök jó, úgyhogy tök örülök neki, hogy el is tudtam egyből olvasni. Szóval ezt az 5 könyvet, itt csak 4 van, mert az 5. nincs nálam, ugye? Szóval ezt az 5 könyvet olvastam el szeptemberben, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!